Nemzetközi kutatási projekt keretében vizsgálják az európai denevérekben előforduló vírusokat a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának szakemberei. A projektben olyan innovatív eljárások kifejlesztése is cél, melyekkel lehetővé válik az új fertőző betegségek gyors megismerése és az ellenük való hatékony védekezés. Ez az egyéves meetingje a úgynevezett VAMBET projektünknek, ami egy Európai Uniós finanszírozású projekt. Pécsen nagy szerelmesei vagyunk a denevérek kutatásának, és ez az egész projekt egy nagy európai és ugye amerikai partnerekkel társulva konzorcium képébe vizsgálja a denevérek vírusait, és azoknak az olyan irányú kutatását, ami később olyan innovációkhoz vezethet, amik az egészségiparban vagy az egészségvédelemben meg tudnak már jelenni. Ami a célja ezeknek a meetingeknek az az, hogy egy év után összegyűlünk és megbeszéljük, hogy a pályázat milyen irányba halad, jól halad-e. Ami az egyetem számára különlegessé teszi az az, hogy az első meeting az Padovában volt, és már ott megállapodtunk, hogy hát tartva a hagyományokat és szép helyeket keresve, akkor legyen már a második személyes találkozó az Pécsen.